Na hát már vagy 3 napja befizettem a házamnak a fejlesztését, és az Istennek nem indult el az építkezés, és most veszem észre, hogy ez valószínűleg nem egy kuka itt a ház előtt, hanem ugye ide megint be kell dobálni a nyersanyagokat. Egyetlen egyszer volt ilyen, amikor azt felépítettem, még annyira nem sikerült magamévá tennem ezt a gondolatot, hogy ezeket így, ilyen módon kell felépíteni, hogy ide be kell pakolni a nyersanyagokat. Úgyhogy ezt most gyorsan meg is teszem, és akkor elvileg következő nap talán ez meg is történik, és az a probléma vasárnap van. Eddig nem nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen problémám, viszont most van, hogy nem elérhető a bolt. Tehát nem tudtam ma vásárolni, és széttört már a baltám, és így nem is tudtam fát vágni egész nap. Úgyhogy ez így elég nagy szívás. Igen, szuper. Betettük a nyersanyagokat, és akkor végre el fog kezdődni a házam építése, vagy megnagyobbítása, vagy nem is tudom, mert ez most jelen pillanatban egy sátor, nem egy ház. Viszont megint a mai nap folyamán is, hát nem is tudom, szerintem legalább 10 állatot fogtam be, és most már ilyen teljesen arcátlanul a legdurvábbakat is, tehát mindenféle főellenségnek minősülő ilyen lángot köpő tasmán ördögtől kezdve mindenkit, ilyen elektromos gekkonát az összes létező játékban fellelhető ellenséget. No, és akkor nézzük ismételten, hogy mi lesz az eredmény. Most ebből megint semmi fejlődés nem nagyon várható, mert hogy nem nagyon csináltam ismételten semmit. Konkrétan a bolt nyitva se volt, úgyhogy anyagi helyzetem az semmit nem változott, viszont ismét megnézzük a leveles ládát. Megint van egy. Kicsit nagyobb lett a házam. Asszem a földön. Na, ez most már az egy fokkal szimpatikusabb. Most már csak azt remélem, hogy ezek valamilyen módon áthelyezhetőek lesznek, ezek a dobozok. Azt hiszem ki kell ürítenem, és úgy. Ennek olyan nagyon mondjuk nem örülök, de azért így már egy kicsit jobban el fogok férni. Na, nézzük a. De vagány, nagyon csinos kis kérom lett. Ilyen kis fabudi. Nézzük a lootot. 162 ezer pénzem van. Ugye itt megint a fele az láda, visszaérkező ketrec, 9600. Szeretem az ilyeneket. 4004, hát az nem tudom mi, az valami ócsóság. Azért törekednem kéne a drágábbakra. Hát, szóval azért ez így sok lesz, tehát jó, nyomjuk azt, hogy collect and delete all. 162 volt az elején, és pörög, 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 haha, 292. Szóval egy olyan 130 ezer sikerült összeszednem egy ilyen körre. Hát elég sok ládám van, elég sok befogó csapdám van, de szerintem ez nagyon jó pénz a játéknak ezen a korai szakaszán, tehát még körülbelül sehol sem tartok, és nem vagyok olyan fejlett státuszban, hogy ezeket amúgy le tudnám vadászni, vagy bármi, nulla a bázisom. És még mindig nem maxoltam ki az inventorimat, és még mindig nem tettem mindenhova ilyen csapdát, alig egy pár helyre, úgyhogy erre még egy kicsit azért rágyúrok erre a megoldásra. Na, ez valami állattartó mandró lesz. Közben itt megint van nekünk valami, igen, upgrade-eltük a házat, hurrá, és azt fogom csinálni, ezt most már lehet, hogy szét fogom ütni ezt a tojást, kíváncsi leszek, mi lesz benne, hogy az a baj, hogy itt megjelent a, ja, most itt nincs semmi, megjelent a, hogy hívják, múzeumnak az adomány lehetősége. Quest House. Ó, nagyon király, azt akkor meg is építjük. Szóval, hogy a múzeumnak jelent meg. Ó, de jó, na ezt már szeretem. Ja, hogy akkor ezért kellett a házamat egy kicsit bővíteni. House deed, house deed, house deed. Múzeum. Extra house for the town. Hát ez mondjuk nagyon nem árt. Úgyhogy akkor elkezdünk építkezni gőzerővel. 3 új ház, 3 új embernek, és majd utána a múzeum. Na, következik egy második boss harc, egy ilyen nem túl szimpatikus vombattal. Ezt valószínűleg igazán lehetne hívni Mortal Wombatnak. Megpróbálok megint okosabb, mint erősebb lenni. Arra gondoltam, hogy kiások itt egy
mondjuk kettő mély lyukat, és megpróbálom belecsalni, hogy ne tudjon kijönni lehetőleg. Aztán kérdés, hogy ez milyen magasságra tud felmenni, remélem kettőt nem tud fellépni, csak egyet. És remélem, hogy olyan mélységig én még le tudok szúrni a lángjammal. Aztán majd kiderül. Na jó, hát akkor most lesz mindjárt az igazság pillanata. Ha észre lesz ez a rohadék. Na gyere majom, támadj meg. Hello, itt vagyok. Nem, nem támad meg, elbújik a fák közé. Félsz, öcsi? Gyere! Csak ilyeneket lősz? Egyen meg az uzádat. Itt le tudsz jönni, léci. Mert állatkirály lenne, ha lejönnél. Ja, hogy csak ilyen izéket nyom, ilyen lángesőt. Az diszkrét. Gyere már le, nyomorult. Itt rád, vár rád a finom csapda. Nem, nem jön le, úgy látszik. Az lesz frankó, ha én esek bele. Ott annyira szép az a lépcső, ott pont le tudsz jönni. Ja, egyébként azt hiszem, ezek nem tudnak úszni. Tehát... Aha. Ez finom volt, köszi. Egyszer befogtam egyet csapdába, és... hagyjál már szét! És ugye át akartam menni a vizen, és közben fölé lett, kiugrott a csapdából, viszont nem tudott úszni, úgyhogy ott maradt a vízbe. A jó édesanyádat! Kicsit ilyen Sonic feelingem van. Vagy mikor a Mario fölveszi a csillagot és száguldozik. Ja, közben álmos is vagyok. Álmosan a legjobb harcolni. De ez úgy érzi, hogy ő nem szeretne itt semmilyen csapdába beleugrani? Nem, ez csapda ellenálló. Nyomorult barom. Legalább egyszer megsebeztem már. Az is valami. Hát ez tiszta, ugye? De figyelj, ne, nekem ez is jó, ha nem jössz le, hát szarok rád, akkor majd ott fönt leszúrlak. Maradj is ott, állj meg ott a szélén. Ügyes vagy, én majd itt ugrálok, mint egy hülye. Eddig jó sokat sebeztem. Ezt nem gondolják komolyan, hogy ezt most jelen szintemen ezt nekem meg kéne ölnöm. Jó, hát egy pár óra alatt lehet, hogy sikerül. Na hát ez a felugrálós stratégia, ez hosszú távon azért meghozza gyümölcsét, hogy így nem jön le. Nem tudom miért, de nem jön le. Én meg felugrálok, és 483-szor megszúrom, és aztán egy idő után elpusztul. És igazából még ezeket a lángköpéseit se küldi le, az a baj, hogy most már valószínűleg el fog kezdeni menekülni, mert hogy már nagyon kevés a HP-ja, viszont én nem szeretnék utána menni, hogy őszinte legyek, mert szerintem nagyon kevés HP-val is egy mozdulattal kinyír. Jön ő erre visszafelé, gyere kismajom. Semmi baj, minden oké. Gyere csak ide. Nem, most már ő úgy érzi, hogy menekülnie kéne, de ez nekem nem jó. Ja, Istenem, ne csináld már. Ebből lesz csúnya halál nekem. Főleg, ha leesek. De most tényleg, ne gagyiskodj már, hát egy nagy böszme, monstrum vagy, és akkor menekülsz. Attól se érlek, úgy futsz. Jó, hát megdöglött. És ezért valami elég csúnya ilyen 33 ezres reward jár, feltéve, ha még bele fogok férni az időbe. Beszéljek Johnnal. Aha, nincs több nap hátra, úgyhogy ha John már lefeküdt aludni, akkor elég nagy bajba vagyok.
Bár ezek ott szoktak mászkálni végig. Bízom benne, hogy még lehet vele kommunikálni erről a dologról. Ja, és egyébként hiába ástam ide lyukat, tök frankon kikerülik. Tehát igazából előkerült közben egy krokodil, az is megtámadott hátulról, de az sem ment bele. Szóval konkrétan körbe mennek és kikerülik, tehát nem olyan seg hülyék, mint úgy általában az ilyen játékokban az AI szokott lenni, egészen simán körbe-körbe mászkált, úgyhogy ez nem megoldás ilyen csapdát ásni.